Sziasztok, Attis vagyok, és nagyon szeretettel köszöntelek titeket itt a Tanulom Magam csatornán. A mai videó témája egészen különleges lesz, hiszen ilyen még nem volt ezelőtt a csatornán, méghozzá egy tudományos könyvbemutatót hoztam el nektek. Az Analytics azt mutatja, hogy ezen a ponton 95%-ról 1,3%-ra zuhant a nézettség a videónak. Ugye a YouTube-ban egyébként is kevés csatorna és videó foglalkozik könyvekkel. Ki olvas manapság, az olyan old school. De aki mutat is be könyveket, az teljes mértékben a szórakoztató irodalom területéről választ, és szó sem esik az olyan szórakoztatóan tudományos könyvekről, mint ez a kicsike itt. Tudományos? Ez közel volt. Majdnem értelmes dolgot vettem a kezembe. Ne haragudj, kicsikém, tudod, hogy csak azért dobtalak el, hogy menősrácnak tűnjek. Tudom, hogy manapság nem túl trendi olvasni, kivéve, hogyha Twilightot vagy Szürke ötványlatát olvasol, de azért megpróbálkozom egy ilyen videóval, hát hol lesz olyan valaki, akinek tetszeni fog. Elsőnek egy könnyed, mégis hasznos könyvet hoztam, aminek a címe Sziklaszirád önbecsülés. Többek között szól az én kép felturbózásáról, pozitív alapattitűdök kialakításáról, verbális önvédelemről, intelligenciáról, célkitűzésről, motivációról, és így tovább sok-sok témán keresztül, egy szóval pozitív önértékelés és önbecsülés kialakításához segít hozzá. Félreértés ne essék, az önbecsülés fejlesztése nem csak azoknak az embereknek szükséges, akinek romokban van, vagy nincs egyáltalán. Ha olyan ember vagy, aki úgy van vele, hogy hát úgy meg vagy, jól vagy, annak is tökéletes ez a könyv. A tapasztalat az, hogy még az átlagos önbecsüléssel rendelkező emberek is, akik úgy megvannak, azoknak az önbecsülés is gyenge lábakon áll, és lehetne akár sokkal jobb is. Egyébként sok ember alapjáraton azt hiszi, hogy ő tudja, hogy hogyan kell motiválnia magát, holott soha nem ismert vagy alkalmazott egyetlen önmotiváló technikát sem. A motiváció és az önmotiválás olyan dolog, amit nem lehet túlzásba vinni, és egyébként is fogyó eszköz. Ezt a könyv egyébként frappánsan egy idézet formájában fogalmazza meg, ami így szól. Az emberek azt szokták mondani, hogy a motiváció nem tartós. A fürdés sem, ezért ajánlott minden nap megismételni. Ja igen, ha már idézet. És ha már az egyik elő videó erről szólt, ugyebár? A könyv egyik feature-e, hogy tele van idézetekkel, de nem Coelho és Oravec Nóra féle idézetekkel. Isten őriz, hogy leszóljam őket, azok is lehetnek jók. Azt hiszem. Hanem csupa-csupa remek hangulatos, frappáns, csattanós idézettel, amik remek hangulatot visznek a könyvbe. Például, amit mindig mindenhol mindenki elfogad, majdnem biztos, hogy helytelen. Semmi sem tárja fel jobban egy ember jellemét, mint az, hogy mind tud nevetni. Uram, adj erőt, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy különbséget tegyek a kettő között. És ha már az idézeteknél és Oravec Nóránál tartunk, attól, hogy ez a könyv arról szól, hogy hogyan motiváld önmagad, hogyan lásd pozitívan önmagadat és a világot, és hogyan fejlesz a saját önbecsülésedet és énképedet, az nem jelenti azt, hogy az említett művésznő szintjén mozogna a könyv. A semmi kellős közepén egyetlen kötélen egyensúlyozva haladsz, bízva abban, hogy egyszer átjutsz a másik oldalra. Van, hogy belezuhansz a vízbe, ki kell úsznod a partra, hogy aztán az elejéről folytathasd az utad. Van, hogy megtanulod, hogy mit jelent az egyensúly, hagyjál már ezzel a bullshit fostengerrel! Ez a könyv tudományos alapokon nyugszik, viszont nem túl mély alapokon, pont ezért választottam első könyvbemutatónak a csatornára. Ez tényleg egy belépő szintű, easy level könyv kett csinálóként, aki olvasott már hasonló könyveket a témában, annak nem fog sok újdonságot mondani, viszont aki nem, annak szerintem tök jó lesz. A könyv négy fő részre tagolódik. Az első fejezet címe, hogy hogyan programozd a sikert, és olyan témákkal foglalkozik, mint a sebezhetetlen énkép kialakítása, a pozitív alap attitűdök befogadása és a pozitív gondolkodás elsajátítása. A második fejezet az érzelmi intelligencia témakörét járja körül különféle témákon és megközelítéseken keresztül. A harmadik fejezet azokat az embereket tárgyalja, ezeket nehéz embereknek hívja egyébként, akik megkeserítik az életünket és rombolják az önbecsülésünket. Lesz szó irracionális gondolkodásmódról, sikergyilkosokról, asszertivitásról, verbális önvédelemről, tehát arról, hogy hogyan lehet kezelni ezeket az embereket az életünkben. A negyedik fejezet a jövőbe tekint, és arról szól, hogy hogyan tűz ki célokat magad elé, hogyan növeld a mentális állóképességedet, és hogyan tegyél szert a végső célra, azaz a boldogságra. A könyv végén tesztet és különféle gyakorlatokat is találsz, aminek az elvégzésével még tovább turbózhatod az önbecsülésedet. Most azt gondolod magadban, hogy ez szép és jó, Atikám, de mondjál már egy ilyen gyakorlatot. Ilyen például a Csak Ma nevű gyakorlat, amiben olyan én megerősítő pozitív gondolkodásra sarkaló mondatok vannak, amit ha minden reggel elmondasz magadnak, és ezt komolyan gondolod,
komolyan veszed és komolyan tálalod saját magadnak, hangosan verbalizálva, akkor szárnyaló önértékeléssel kezdted a napodat. Adódik a kérdés, hogy a könyv elolvasása után sebezhetetlen, törhetetlen, szétzúzhatatlan önképed lesz-e. Persze, elolvasod a könyvet, leteszed magad mellé, és így mész a világba. A fenéket. A stabil önértékelés és önbecsülés kialakítása egy hosszú távú folyamat, és nem olyasmi, ami egyik pillanatról a másikra, vagy egyik napról a másikra történik. Viszont ez a könyv nagyon jó alapot és segítséget nyújthat ahhoz, hogy hosszú távon a segítségével sikerülhessen ezt elérned. Így kezdésnek mindenképpen valamilyen könnyedebb könyvet szerettem volna nektek bemutatni, a következők is ilyenek lesznek egyébként, és csak később szeretnék vaskosabb, izmosabb, harapósabb könyveket bemutatni. Ha úgy gondoljátok, hogy nem szeretnétek több ilyen videót látni, ez volt a világ leghaszontalanabb videója, és szépen le kellene húzni a YouTube virtuális WC-jén, akkor nyomjatok egy vaskos dislike-ot. Viszont ha tetszett ez a videó, úgy gondoljátok, hogy szeretnétek még ilyet látni, és hasznos, és van hely a YouTube-on, és tök jó, akkor nyomjatok egy izmos like-ot a videó alá, iratkozzatok fel a csatornára, és természetesen mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióban. Van a Tanulom Magam csatornának Facebook oldala, és látogassatok el oda nyugodtan, hiszen lesznek majd olyan kontentek, amit csak ott lesznek megtalálhatóak. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!